Sziasztok, Painful vagyok, és itt egy újabb videó, méghozzá egy újabb Black Ops 3-as videó, ahol felviszük a család accountját 55-ös szintre, és 11-es szintűek vagyunk jelenleg, úgyhogy beállítok egy-két klaszt, és el is indulunk a mai menetre. Na jó, itt is vagyunk, és játszunk valamit, de fogalmam nincs, hogy mi ez a game mode, mert igazából ez valami új game mode. Úgyhogy most úgy játszunk vele, hogy fogalmam nincs, mit csinálunk, de ott nagyon sokan vannak, egy kicsit hátrébb megyek. Ó, kettőt öltem. Aha, szia. Tehát azt az el... Jó. Tehát van egy ilyen kis robot, amit be kell kísérni a célba. Hú, ott van egy ember, akit már megöltek. Igazából... Hoppá. Jó, ez nagyon rossz volt, de csak megöltük. Hogy nem halt meg? Kaptam valami cuccot. És persze, hogy jön a sotiával is megöl, de kaptam assistér pénzt, vagy XP-t, vagy mi a szar ez. Hello, ott egy kill. És megnyertük. Nem tudom, hogy nyertük meg, de most a második körbe egy kicsit jobban beleszokunk az egészbe. Ó, enyém az utolsó kill. Ez az. Jó van. Tehát Safeguard ennek a módnak a neve. Fogalmam nincs, hogy mire jó. De remélhetőleg sok XP-t szerzünk. Azt próbálunk szerezni, és most kipróbáljuk ezt a fegyvert. Oké, ott van egy kill. Két kill, király. Valaki van a jobb oldalamon, de úgy tudok oda menni, úgyhogy tök mindegy. Én ide lefekszem. Hello. Oj! Hát nagyon elhitte. Hoppá, hol van? Amúgy eskü tudok célozni. Ez a leghektikusabb mód, amit én valaha is játszottam ebbe a játékba. Hát ezt elég gyorsan elvesztettük. Ezzel fogunk most menni. És lerohanunk mindenkit. Hoppá! Tökölj meg! Hoppá! Ne! Kifogytam! Pedig milyen jól ment! De jó ég, belejöttem a játékba, az a helyzet! Ki a gyerek, aki a spawnunkba futkorászik? Itt meg is öltünk. Még egy. Jó. Nem tudok beszélni sem, annyit kell lövöldözni és koncentrálni, mint az állat. Jó. Hát ez lehetetlen, újra és újra megölnek minket. Meg mögöttem van, mögöttem! Tögölj meg! Menj innen, király! Hoppá, és nem bírom eltalálni. Érted? Rajtam van még az armor is, és még úgyse tudom megölni.
Oké, okay, kettő. Menj innen. Három. Király. Jó, ne... És... Azért. 37-et öltünk, és 39-et haltunk. Ketten kiléptek tőlünk. Ja, hát így még jobb lesz 4 a 7 ellen. Na, eddig nem rossz. És nézd meg, itt van a másik. Fúha, ez nagyon nehéz. Hát ezt nem fogjuk megállítani. Akárhogy próbálkozom, ezt nem fogjuk megállítani. Ajajajajajaj, na jó van. Hát ez nehéz volt. De ez a game mode, ez valami állatság. Ez a... Úgy kell lövöldözni, mint az állat. Na jó, játszunk még valamit. Na, itt a következő mérkőzés, vagy nem tudom mi ez. És Domination-t fogunk játszani a Combine nevű pályán. És fogalmam nincs, milyen fegyverrel fogok menni. De a hős, akivel játszok, az Kinetic Armor-os. Nem tudom a nevét sajnos. De valami csajszi rövid hajjal, úgyhogy biztos tök jó. És az elején megpróbálunk sniperrel játszani, ami a legnagyobb baromság ezen a pályán, de... Hát, mindegy. Na jó, ezt hanyagoljuk. És megöllek. Megöllek! Állok. Yeah! Nem! Ez az! Na hát akkor mégse lesz halálbontás, úgy néz ki, bárki tudja. Egy. Azta, mekkora egy próba van dolgunk. Húha, nem tudom, hogy bírják ki a skillemet, azért elég magas szinteken járok, szerintem. Hi. Azt a mindenit! Enyém az utolsó kill! Á, gyerekek, ezt a meccset elfelejtjük. 20-25-be végeztünk, borzalmas volt ez az utolsó mérkőzés, ott ölnek meg minket, ez a csávasz úgy laggol, mint az állat. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, hogyha nem tetszett, dobjatok egy diszlájkot, és írjátok le a komment szekcióban, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Én Painful voltam, és ez volt a Road to, vagy nem tudom, út az 55-ös szint fele, harmadik epizódja. Én Painful voltam, és a viszont hallásra.